Mintegy 350 Kárpát-medencei magyar tölt el egy hetet a Sátor-Aljamújhelyi Várhegy üdülőben a 15. Kárpát-medencei hálótáborban. Egy erdélyi édesapa és lánya ezt a helyszínt és időpontot választotta, hogy letegyék magyar állampolgársági esküjüket. Én Timár Kincső Katalin. Timár Sándor. Esküszöm. Esküszöm. Hogy Magyarországot. Hogy Magyarországot. Hazámnak tekintem. Hazámnak tekintem. Sátor-Aljamújhely polgármestere előtt tette le honosítási esküjét Timár Sándor és lánya, Timár Kincső Katalin, a székelyföldi magyarok eskütételére a 15. Kárpát-medencei hálótábor keretein belül került sor. Az édesapa azt mondta, azért ezt a helyszínt és időpontot választották, mert véleménye szerint magyar állampolgárrá válni nem magán, hanem a magyarság közügye. Ezért ezt az örömteli pillanatot szerették volna megosztani Kárpát-medencei magyar testvéreikkel. Azáltal, hogy mi magyarok állampolgárokká válhattunk, és ezáltal azt értem, hogy a magyar nemzet jogilag is magáéba fogadott, visszafogadott, úgymond. Ez a többiek számára is egy nagy erőforrás. A mindennapi küzdelemhez és mindahhoz, ami a magyar létet jelenti. Egész Kárpát-medence szinten. A fiatal lány elmondta, a magyar állampolgárság megszerzése megerősíti mindennapi küzdelmeiben. Otthon a nehézségben igenis büszke lenni arra, hogy magyar vagyok, hogy ez nem teher, ez nem egy nagy gond, hogy én magyar vagyok, hanem igen, emellett fontos kiállni, mert fontos, hogy tudjuk, hogy mi az identitásunk és hogy hova tartozunk, mert akkor egy plusz emberek vagyunk és nem érezzük nagyon üresnek. Lelkileg magunkat. Szamosvölgyi Péter, az immár magyar állampolgár Sándor és Kincsőhöz intézett szavaiban arról beszélt, hogy az ember megszületik, fiú lesz-e vagy lány, hogyan fogják hívni és hová születik, kik a szülei és rokonai, az nem az ő döntése, de az, hogy a meglévő hazája mellé egy nagyobb, tágabb közösségi hazát is választ, az már egyéni döntés kérdése. Azt kívánom és abban reménykedem, hogy ez a tágabb közösség mindig befogadóként közelítsen önökhöz. Hogy soha az életükben egy pillanatig se érezzék azt, hogy kár volt. Hogy a mentalitásukkal, a magyarság szeretetükkel, azzal, hogy magyarnak maradtak a határon túl, magyarabbnak, mint mi itt Magyarországon belül, ezzel nem biztos, hogy jó kifejezés, vérátömlesztést is hajtanak végre a magyar nemzet jelenlegi magyarországi határon belül élők többségére. A magyar állampolgárságot igazoló okiratot Sátor-Aljamújhely polgármesterétől vette át Sándor és Kincső. A hálótábor résztvevői pedig gratulációkkal és ünnepi műsorral köszöntötték az új magyar állampolgárokat. Hogy történjen bármi, ami élünk, s meghalunk, mi egy bérből